25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Fehérló Közösségi Ház, amire december 17-én, vasárnap az intézményben is megemlékeztek. A vendégeket elsőként Stár Katalin köszöntötte, aki az intézmény fontosságára hívta fel a figyelmet. A Fehérló nem csak a mosoni városrész, hanem Moson-Magyaróvár egésze, a lakosság, az amatőr tánccsoportok, képzőművészek, nyugdíjas klubok, kórusok, táncosok, jogások, kismamák számára rendkívüli befogadókészséget mutatott az elmúlt 25 év alatt. Biztos vagyok benne, hogy az itt felcseperedett gyerekek a kézműves foglalkozások során olyannyira magukba szívták a kreativitást, az alkotókedvet, hogy iskoláskorukban és később családot alapítva sem feledkeztek meg arról, hogy az igaz értékek hol is kezdődnek. A képviselő hozzátette, a családias hangulatú légkör a Fehérló Közösségi Házba látogatókban azt az érzést váltja ki, mintha hazajönnének, már ezért érdemes volt létrehozni 25 évvel ezelőtt az intézményt. A beszéd végén Keresztény Gyulának és Csonkáné Sörös Katalinnak az önkormányzat nevében egy emléklappal köszönte meg a Fehérló munkatársainak munkáját a képviselő. A gálaműsor keretében aztán elsőként a Győri Balett művészei léptek színpadra. A gálaműsoron a vendégeket és a 25 éves Fehérlovat a Flash Nonprofit Kft. Igazgatója is köszöntötte. Csiszár Péter ünnepi beszédében elmondta, a kultúra közösséget teremt, ápol és erősít, a kultúrát pedig a közösségek teremtik. Ha valaki a városunkban kimondja, hogy Fehérló közösségi ház, azonnal a közösség, család és a kultúra fogalma jut eszébe. Egy olyan intézmény, közösség, amihez mindig jó tartozni. Közösségben az egyén új nézőpontokkal gazdagodik, és új nézőpontokkal gazdagít másokat. Ötleteket, segítséget kaphat, és ötleteivel, tudásával, tapasztalataival segíthet másokat. A közösségbe, a Fehérlóhoz való tartozás egyszerre jelent kötelezettséget, és rugalmasságot. Az igazgató hozzátette, a Fehérló Közösségi Ház mindig arra törekedett, hogy az emberek életét könnyebbé tegye, közösségfejlesztő csoportok létrehozásával. Az itt működő csoportok pedig nem csak közösségek, hanem egy nagy családtagja is. A gálaműsoron a Fehérló Közösségi Ház első igazgatója is beszédet mondott, aki a kezdetekről emlékezett meg, és aki elmondta, a 90-es években nem volt könnyű az épületből egy közösségi házat varázsolni. Tulajdonképpen kényszerből csatolták a Flash Károly Kulturális Központhoz, mert így olcsóbb lesz. Ugye 90-es évek Moson-Magyaróvára nem arról szólt, hogy sok volt az iparűzési adó, inkább napi gondok voltak, a széthulló intézményrendszer, az iskolarendszer megreformálatlansága, rengeteg pénzt emésztett fel, és ez volt az olcsóbb megoldás. Nagyon jó megoldás volt. És egy nevet engedjék meg, hogy kimondjak, ez Nagy Mihály, a Mosoni Polgári Kör alapítója és elnöke nevét, aki nélkül valószínű nem lett volna akkor ez az intézmény. A Fehérló Közösségi Ház épületét 1998-ban újítatta fel a város önkormányzata. A 200 éves épületben korábban a Fehérló fogadó, majd a Dózsa mozi működtek. Az elsődleges cél mindig is az volt, hogy a mosoni városrészben működő közösségeknek, csoportoknak és rendezvényeiknek biztosítsanak helyszínt, a legkisebbektől a legidősebbekig. A gála során aztán a Fehérló Közösségi Házban működő kis csoportok is színpadra léptek, bemutatva a sokszínűséget, amit az intézmény képvisel, majd a fellépők sorát a vendégelőadó Lajta Néptánc együttes zárta. A gálaműsor végén az intézmény egykori igazgatója, aki 25 évig töltötte be ezt a posztot, Keresztény Gyula is megemlékezett a kezdetekről és a Fehérló fontosságáról. Mi próbáltunk itt olyan légkört teremteni, hogy mindenki jól érezze magát, próbáltuk segíteni a csoportokat. Ugye sokan azt gondolják talán, hogy
egy csoport működése az nagyon egyszerű, hát kell nekik egy termet adni, bemennek, aztán majd hát csinálnak, amit akarnak. De hát ugye, aki főleg aki netán csoportvezető is volt, az nagyon jól tudja, hogy még három embert is nagyon összehozni egy adott időpontra, nem, hogy még közös célokat találni, a sok ötleteket, tehát sok ötletet harmonizálni, stb. És hát minden csoportnak vannak válságos időszakai, és ugye ilyenkor kellettünk mi például, akik itt próbáltuk segíteni. A Fehérló Közösségi Ház fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett gála műsor teljes egészét az ünnepek alatt televíziónk műsorán is megtekinthetik.